Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer andrást hallhatják, ez pedig itt a Korkapcsolás legfrissebb adása, és mint megszokhatták a kedves hallgatóink, a műsor állandó vendége Robert Cikaster, dr. Robert Cicaster, biztonságpolitikai szakértő, a Neokom főmunkatársa már itt van velünk a Zoom vonalán, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Jó estét kívánok egy csillagfényes Jeruzsálemből, és boldog ünnepeket is kívánok az, azoknak, akik ünneplik a sátoros ünnepet a szokottat. A boldog ünnepeket, és továbbra is biztatjuk Szépen. hallgatóinkat, hogy mindenképpen iratkozzanak fel csatornánkra, amennyiben ezt még nem tették meg. A csengő gomb megnyomásával egyébként értesítéseket is kérhetnek az újonnan feltöltött felvételekről. Továbbra is köszönettel fogadjuk adományaikat a képernyőn, illetve a leírásban található bankszámla számon és PayPalon keresztül. Támogatóink megkaphatják az ultrahang vágatlan közönség találkozóinak felvételeit, teljes felvételeit, illetve ezen felül reklámmentesen hallgathatják az ultrahang podcastjait is. És hát mai beszélgetésünkben is rengeteg témával készültünk, hiszen a világban zajlanak az események, viszont az orosz-ukrán háború aktuális fejleményeiről beejtenénk pár szót ugye a műsorunk elején, méghozzá annak mentén, hogy most idézném az ISV-nek, az International Study of war egy Twitter, vagyis hát jobban mondva X bejegyzéséből, hogy ők úgy fogalmaztak ebben a bejegyzésben, hogy Putyin elméletben azt rendelhette el, hogy az orosz erők a védelmi pozícióikat, tartsák meg az összes kezdeti védelmi pozíciójukat, hogy azt az illúziót keltsék, hogy az ukrán ellentámadásnak jelentős nyugati támogatás ellenére sem sikerült semmilyen taktikai vagy műveleti hatást elérni. Na már most nekem ez a bejegyzés több szempontból érdekes volt. Egyrészt érdekes lehet a maga Putyin intézkedése is, hogyha ez tényleg így történt. Másrészt az jutott elsőre eszembe, hogy valóban illúzió lenne az, hogy az ukrán erők semmilyen jelentős előre lépés nem értek el? de azt hiszem, hogy ez a, ez a fajta megfogalmazás egy olyan világnézetben gyökerezik, ami ami, ami, ami azt úgy úgy gondolja, a, a, az az egyik alapja a világnézetnek, hogy minden csak egy, minden csak egy, 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 show, minden csak PR, minden csak a, a kognitív szinten létezik, tehát nincs, nincs egy objektív valóság, amit a, a, Twitterbe be tudok nyomni, az, az lesz az objektív valóság, és akkor a, a események azok tulajdonképpen nem egy fizikai hatást próbálnak kreálni, hanem gyakorlatilag a, a azok a, ez, ez, a, mondjuk úgy, hogy a, 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 a harcmező az a, az a, az a, mellék a Twitternek. A valódi dolgok a Twitteren történnek, és a hadszinter az csak egy olyan, egy olyan fölösleges hely, ahol néhány szláv paraszt kergeti egymást, tudom én, és bölcs nyugati emberek nem értik, hogy mit csinálnak ott azokon a végtelen, végtelen mezőkön. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a, ebben a, ebben a nézetben, vagy ebben a világnézetben e, e, ez a gyökere az egésznek, hogy az egész egy szimulákrum tulajdonképpen. Baudriar, a, a francia filozófus beszélt a, a szimulákrum fogalmáról, ami, ami, ami mi, mi ez a szimulákrum, talán a legjobb példa arra, amikor az ember bemegy Skóciába, egy olasz vendéglőbe, és ott van a falon a keresztapának a, a képed, egy ilyen sziluett rajzban, Marlon Brando-nak a kép a keresztapából. De most ez egy ilyen többrendű szimulákrum, mert tulajdonképpen egy olasz hangulatot próbál adni, és skót vendéglőben, egy amerikai, színé, ez amerikai színész arcának a sziluettjével, aki ő maga is inkább német-brit származású, mint olasz. Tehát, tehát, ez, ez a szimulákrum, mikor, mikor valami, tehát valami a többször, a vala, le, le, letükröződése valaminek. És ezek a derék emberek, akik ott az ISW-ban osztják az észt, és a orákulumnak számítanak sok, sok százzer, vagy talán sok millió ember számára, el se tudják képzelni, hogy, hogy az oroszok esetleg azért próbáltak megállítani az ukránokat, hogy megállítsák az ukránokat. Tehát a háborút általában az ember azért viseli, hogy megállítsa az ellenséget, nem azért, hogy illúziót kreáljon, mintha megállította volna. Tehát ez, ez, ez azt hiszem, hogy ez egy, ez korrajz, és egy korrajz ez a, ez a, ez a pársor. ezt ez, ez tudnám mondani évvel kapcsolatban. Nagyon, nagyon mulatságos, és azt hiszem, nagyon tanulságos is. És ha már kivetülések és hát az is egy érdekes megfigyelhető, hát eseményének nem mondanám, de hogy egy ilyen általános jellemzője talán az elmúlt napoknak, heteknek, legalábbis az én hírfogyasztásom alapján, hogy azért az elmúlt időszakban, mintha narratíva is egy picit megtört volna, hiszen egyre gyakoribban láthatunk olyan elemzéseket nyugati sajtóorgánumoktól, amelyek korábban nem biztos, hogy megszülethettek volna, hiszen talán olyan hát nyerséggel fogalmaznak meg bizonyos ö, ö, ukrán sikerbeli hiányosságokat, vagy olyan problématikákat a NATO támogatása kapcsán, amelyeket korábban talán nem sikerült, és többek között a New York Times is publikált egy olyan cikket, amelyben igencsak nyersen ö, megfogalmazták, ugye a címből idézném, hogy ki nyert teret Ukrajnában idén senki. Ez a cím nagyon egyszerű, nagyon hát forward-előre mutató olyan szempontból, hogy ilyet azért korábban még a New York Times ellenzésépesebb biztos, hogy láthatunk. Hogyan értelmezed, akár mondjuk a? az ISW-nak, akár más, ö, ö, hát hasonló nyugati elemzőközpontoknak az elemzéseit, illetve a lassacskán nyugati oldalon is egyre inkább megjelenő ö, hibákat elemző ö, nyugati elemzéseket, hiszen lehet, hogy csak az én illúzióm ez, de én azért úgy emlékszem, hogy ilyeneket nem biztos, hogy ilyen sűrűséggel olvashattunk a korábbi időszakban. Igen, hát ebben eh, kapcsolatban talán onnan kezdeném a, a válaszadást, hogy a, amit a médiában látunk, az letükröz, letükröződése politikai folyamatoknak. Most mik ezek a politikai folyamatok, amiket láttunk? A háború elején egy olyan lehetőség, egy olyan lehetőség keletkezett, hogy, hogy hatalmas politikai tőkét lehet generálni avval, hogy itt az alkalom, hogy megnyerjük a második, a második hidegháborút. Tehát először is van egy ilyen keresztes hadjárat, tehát van egy, legyőztük az óriási sárkányt, Szent György Lovag legyőzte az óriási sárkányt, és utána nekiállt, és egyre kisebb sárkányok ellen kezdett hadakozni, és a vége egy papír sárkányt szabdalt föl darabokra, vagy egy kis gyíkot kergetett a hatalmas és félelmetes kardjával. És akkor hirtelen itt van újra egy óriási sárkány, és akkor most ezt, a sárkányt le lehet kaszabolni, és akkor óriási politikai tőkét lehet kreálni, biden megválasztják még egyszer, aki Biden alatt, tudom én, harmadik nyárfa volt, most negyedik alap lesz, és mindenki egyet ugrik fölfelé a, 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 a Totem tehát egy csodálat, csodálatos politikai lehetőség volt. Most ez a, ez a lelkesedés, ez addig tartott, ameddig meg volt tényleg a reális lehetőség arra, hogy, hogy itt, egy, itt, egy, óriási, hogy, hogy itt a, 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 az egész bankot elvigyék mondjuk, hogy egy kaszinóban, hogy, hogy vigyék az egész bankot, hogy a főnyereményt haza tudják vinni. Most ahogy, 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 ahogy egyre inkább rádöbbennek a nyugati politikusok, főleg az amerikai politikusok, hogy itt, itt, a bankot nem fogják hazavinni, és nem fogják a főnyeleményt hazavinni, és nem lesz, egy, nem lesz győzelem a második hidegháborúban, a legjobb, legjobb, esetben is egy hosszú, befagyott konfliktusra számíthatunk épp, hogy mint Koreában, és ez még a legpozitívabb forgatókönyv. Tehát mikor erre rájöttek, akkor Ukrajnának a státusza egy hatalmasat esett. Tehát az aránytojást tojást tolott tyúkból egy csodálatos geopolitikai és belpolitikai erőforrásból egy belpolitikai teheré vált. És akkor attól a pillanattól fogva, amikor Ukrajna elvesztette ezt a, ezt a, ezt a dicsfényt, ami, 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 ami körülvette ezt, ezt a különleges szorzót, mondjuk, hogy ami beszorozta a belpolitikai játékban, akkor épp úgy álltak hozzá, mint már minden más politikai kérdés, ez teljesen pragmatikusan, és eh, amit még el kell mondani, hogy ez a ez a kettőség utána megosztotta az amerikai politikai elitet is. Mert mit látunk? Az amerikai, polit amerikai elit egy része azt mondja, hogy most tegyük félre az ideológiát, benne vagyunk ebben a dologban, ezt most már végig kell vinni. Mert ha nem viszük végig, akkor ez a fiasko egy olyan lavinát, egy olyan hógolyót kezd el görgetni, amiből először hóember lesz, utána lavina lesz belőle, és a végén elsodorhatja Biden elnöket, és akkor akkor ez viszi magával az egész garnitúrát. Tehát még akkor is, hogyha bekövetkezik egy, 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 egy az előválasztásokon egy másik elnökjelöltet jelö, jelölnek a demokraták, ő hozza magával a saját embereit. Ezt általában talán a magyar közvélemény kevésbé tudja, de még akkor is, mikor a párton belül történik a váltás, it's a hostile takeover. Mikor régen embereitől átvették Bush emberei a Fehér akkor régen emberei tökéletesen érezték, hogy hiába republikánusok, ez egy teljesen ellenséges társaság, egy teljesen más garnitúra. És én azt hiszem, hogy pont ezt látunk most Amerikában. Tehát vannak ezek, akik azt mondják, hogy ezt most már tovább kell vinni, és van egy másik csoport, akik úgy gondolják, hogy le kell építeni ezt a dolgot minél hamarabb, vagy zanzásítani kell ezt a konfliktust, hogy minél kevesebb. Gyalázat ragadjon belőle, mondjuk az elnök személyéhez. Tehát mind a két, azt, azt hiszem, hogy mind a két tábor beazonosítja Ukrajnát, mint problémát. Tehát eddig Ukrajna megoldás volt, most Ukrajna a probléma. Csak az a, az a megoldás, amivel a probléma kezelést próbálják megoldani, az más. Az egyik fél előre akar menekülni, másik fél hátra akar menekülni. Tehát én így látom ezt a dolgot. És ez a menekülési folyamat, ez merre tarthat? Hiszen ugye az elmúlt időszakban Folyamatosan olvashattunk arról híreket, hogy a, a cukrán háborúban majd most fog jönni az áttörés. A következő hónapban, a következő hónapban is egy ilyen végtelen ciklusonként ismétlődő általános hát várakozás előzte meg az ukrán ellentámadást, aztán amikor meg hivatalosan elindult, akkor sem láttunk akkora eredményeket azonnal, és a hivatalos elindulását követően is ez a fajta hát, kommunikációs építkezés zajlott, ha szabad így fogalmazni. Viszont azóta ahogy említettük is, itt történtek változások, viszont az emberekbe fölmerülhet teljesen logikusan, hogy ki tud-e hátrálni vajon az Egyesült Államok abból a pozícióból, amit akár maga kreált nemzetközi szintéren, akár beszélhetünk a nyugati szövetségesekről, akár a NATO-ról is. Ugye például pont ezekben az órákban zajlotta az Amerikai Egyesült Államoknak a a, 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 kormány leállását, ilyen megelőző tárgyalások ugye a, a képviselőházban ugye különböző büdzséken tárgyaltak, és a, 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 ugye ez egy, egy, önmagában is egy elég érdekes téma lenne, de itt az is érdekes volt, hogy Alku tárgyát képezte például a maga az Ukrajnának nyújtott támogatás, és voltak, akik például katasztrófaként jellemeztek egy olyan opciót, amelyben esetleg Ukrajna nem kapna további pénzt, akár mondjuk egy ilyen leállás esetén is. Tehát Tényleg katasztrófával fenyegetne ez egy ilyen opció mondjuk, akár az Egyesült Államokra nézve, és mik itt a tágabb veszélyek ebben a, az általad is említett ilyen hát, két irányba menekülési folyamatnak? Én úgy gondolom, de nem most gondolom, hogy ezt így gondoltam a háború kezdetekor, hogy az Egyesült Államok és a kollektív nyugat egy óriási hibát követel avval, hogy az egész presztízsét erre, a, erre az egy lapra teszi föl. Tehát nekem úgy tűnt, hogy a nyugat nagyon felkészületlen ehhez a háborúhoz. Most csupa olyan dolgot mondok, ami most közhelynek számít, de el lehet olvasni, hogy a, mit írtam a függőleges koporsóban, márciusban, meg áprilisban, 2022 márciusában, meg 2022 áprilisában, és valami olyasmit írtam, hogy jobb, hogyha azt hiszik, hogy impotens vagy, mint hogyha letolod a nadrágodat és bebizonyítod, hogy tényleg az vagy. Tehát ezért gondolom, hogy itt nagyon-nagyon veszélyes játék volt, amiben a nyugat itt belekezdett, hogy e, e, a, úgy a presztízsét, mint az elretentő erejét Ukrajna mögé tette föl, mert eleve egy egy gyenge pozícióból indult a nyugat olyan szempontból hogy az a hatalmas hadsereg, amit a nyugat kiépített a Szovjetunió ellen is, amivel aztán legyőzte Irakot 1991-ben, most egy, egy, egy pillanat, egy nyitok egy zárójelet, ezt már egy párszor elmondtam, de talán érdemes e ezt elmondani. Épp úgy, hogy az oroszok is mindenféle illúzióknak a, a bűvkörében élnek, az Egyesült Államok is egy ilyen illúziók bűvkörében él, vagy a kollektív nyugat, és ez a bűvkör, ez a 1991-es győzelem. Mi történt 1991-ben? A nyugat fölépített egy hatalmas nyugati hadsereget, amelyik mindig igen kicsi volt, a szovjetekhez képest egy hatalmas hadsereg volt a mostani viszonylatban, a Szovjetunió ellen. Most a Szovjetunió szétesett, és ugyanakkor sikerült előhúzni a, a Szentgyörgynek, sikerült előhúzni a kalabból egy új sárkányt, egy sokkal kisebb, sokkal rozogabb sárkányt, az iraki sárkányt. Ez a hatalmas kőfal, ez a, ez a nyugati kőfal rázuhant arra az, a, arra, arra, az igen, 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 tudom, én, igen satnya, vagy igen, csenevész iraki díkra rázuhant, és agyon nyomt ezt. A, ez, ez volt Szent a nagy győzelme, és akkor ezt beszél a nyugat Etalonda. Itt a probléma az, hogy az a hatalmas nyugati hadsereg már nem létezik. A nyugat leépítette a haderejét, és eleve nem volt képes, nem volt fölkészülve erre a háborúba. Ez, ami a katonai részét illeti. És azt nem láttuk is, hogy milyen hamar kiürültek az arzenálok, és most mekkora probléma. Még egy Acélhegyet adni Ukrajnának, hogy egy nyugati tisztviselő mondta, adunk Ukrajnának egy acélhegyet, és még egy ilyen acélhegy nem lesz. Tehát ez a, ez a katonai, vagy a, vagy a haditechnikai téren. A politikai téren pedig látuk, látjuk már hosszú ideje a, ezt a multipoláris nyomást. Látjuk azt, hogy egyre többen é, é, emelik föl a, a hangjukat, a nyugat, a nyugat által diktált világ, világrend ellen, a, az amerikai szabályokon alapuló világrend ellen, és, és várható volt, hogy ezek 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 most összefognak a nyugat ellen, és erről is beszéltem a, 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 a múlt év májusában. Azt írtam, amikor mindenki arról beszélt, hogy Putyin elnök párja lesz, meg az oroszok párják lesznek, és azt mondtam, hogy amikor az volt a cikk címe, amikor a nyugat magára maradt. És ezeket a folyamatokat látjuk most beérni. Tehát láttuk a BRICS-et, láttuk ezeket a BRICS felemelkedését, láttuk a, a, a növekvő feszültséget, India, és a, a nyugat között. Látjuk Kanadával ezeket a sorlódásokat, legesült államokkal ezeket a sorlódásokat. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy e e ezek voltak a veszélyek, amiket előre lehetett látni, és ezeknek egy, egy része már megvalósult. Most, ami a költségvetést illeti, én azt hiszem, hogy e itt is az amerikai politikum két részre oszlik. Tehát vannak azok az amerikaiak, akik, valaki ezt egyszer ezt a fogalmat használta, hogy vannak azok az emberek, akik valahol vannak, és vannak akik mindenhol vannak. Talán ez lenne a magyar fordítása. Azok, akik mindenhol tudnak létezni, azok számára a legszörnyűbb dolog az, hogy Ukrajna ne kapjon pénzt. Mindent megtettek, hogy a, a büdzsének a meghosszabbítását összekössék az Ukrajnának adott támogatással. És azok pedig, akik, akik lokálisan élnek, azok az amerikaiak, ez főleg a, a, a republikánus pártnak a, a jobb szárnya, azt mondták, hogy hogy valaki el tud képzelni egy olyan helyzetet, hogy egy, tudom én, Kovács Kartársa az ukrán hengernyomó művekben fog kapni állami fizetést, és Kovács Kartárs az Egyesült Államok beli hengernyomó művekben nem fog kapni fizetést. Azért, mert nem lesz rá pénz, mert a pénz elmegy Ukrajnába. És ilyet nem lehet megszavazni. Ez, 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 ez egy abszurd, politikai abszurditás, és ezen bukott meg tulajdonképpen a büdzsé. És az egyetlen dolog, amiben meg tudtak egyezni, tulajdonképpen itt nem is megegyezésről van szó, a demokraták kapituláltak. Tehát a demokraták és a demokratákhoz csapódott szinte republikánusoknak kapitulálniuk kellett, mert volt egy nagyon erős republikánus tömb, és talán megtámogatták őket a, a demokrata párt baloldala is, avval, hogy nem létezik, hogy Ukrajnában valaki vacsorázzon, és az Egyesült Államok meg ne vacsorázzunk felmerülhet ilyenkor a kérdés, hogy most a kapitulált kifejezést használtad, és ez akár nevezhető egyfajta racionális, vagy a racionalitás győzelmének is, hiszen például én az elmúlt időszakban láttam több olyan bejegyzést is a közösségi médiában, talán elemzők is jegyeztek meg ilyeneket, hogy nagyon vicces az a körforgás, amikor az Egyesült Államok Kínától felvett kölcsönnel támogatná Ukrajnát azért, hogy gyengítse Kínát és Oroszországot. Tehát, hogy most úgy tűnik, hogy esetleg megtörni látszik ez a fajta most nem feltétlenül élne, ha, használnám a saját tisztségemet itt műsorvezetőként arra, hogy most jellemezzem, hogy milyen körforgás ez, amelyet most az előbb fölvázoltunk, hogy, hogy ezt a fajta kisé illogikus gondolkodást, ami a most paraszti és szempontjából illogikus gondolkodás, ennek a megtörését jelentheti esetleg, akár mondjuk a, ez a fajta kapituláció a demokraták részéről? Kezdjük talán a tényekkel egyszerűen az Egyesült Államoknak nincsenek meg, a, nincs, meg a, nincs, meg az a pénze, nincs meg a, mondjuk ugye a mellényzsebben az a pénz, amit ki tud fizetni Ukrajnának, hogy tessék evel tessék -evel háborúzni. Tehát az Egyesült Államok hitelből folytatja ezt a háborút, és ez a hitel végső soron ez a, 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 a következő generációkra fog, rá nehezedni. Tehát a, a, az, amerikai, az, am, az amerikai állam eladósodásának a szintje többszöröse. Az orosz, az orosz, állam eladósodásának a szintjén. Nem akarok számokat mondani, mert nem emlékszek a pontos számokra, de nagyságrendekkel nagyobb. És a, a paradox módon, vagy szomorú módon az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője a, a legnagyobb a legnagyobb ellenfele tulajdonképpen Kína. Az, az a hatalom, amelyik abban fenyegeti az Egyesült Államokat, hogy átveszi tőle a főhatalmat. Tehát, tehát ilyen szempontból se tűnik túl racionálisnak, a, a, legnagyobb potenciális ellenségemnek szolgáltatni ki magam azáltal, hogy eladósodok, csak azért, hogy egy kisebb, kisebb ellenséget legyőzek. Tehát van, van egy, egy, nagy, egy hatalmas adag és a, 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 kérdés az, hogy mi, miért gondolja az amerikai politikai elit, amelyik továbbra is a kínai kölcsönökből próbálja ezt finanszírozni, hogy épp úgy, ahogy ők is é, az amerikai valutát fegyverként vetették be Oroszország és a világ egy, sor másik ország ellen, miért, miért feltételezik azt, hogy a kínaiak nem fogják bevetni ezt a, ezt a pénzügyi fegyvert az Egyesült Államok ellen egy adott pillanatban. Tehát ez bármikor megtörténhet, és ez további kitettséget kreál ez a, ez a, folyamat az Egyesült Államok, az Egyesült Államok részéről, Különösen tekintve azt a tényt, hogy Ukrajna nem egy létfontosságú dolog. Tehát Sokszor van ez a párhuzam, amit meghúznak Ukrajna és Izrael között. Sokan elfelejtik azt, hogy Izrael nem, nem a két szép személyért támogatta az Egyesült Államok, hanem Izrael volt az a, az a bástya itt, vagy az a végvára, a nyugat végvára itt a közelkeleten, hogy megakadályozta azt, hogy a szovjetek rátegyék a kezüket a, a közelkelet egész olajára. Tehát mikor 73-ban az Egyesült Államok nagyjából megmentette Izraelt, akkor gyakorlatilag megmentette a saját befolyását itt a közelkeleten, és megakadályozta, hogy a szovjet befolyás betörjön egészen a, a Perzsa-öbölig, és, a és ez, ez, az és Arab, az Arab-félszigetig, és ezekig a helyik. Ukrajna nem egy ilyen létfontosságú egy terület az amerikai külpolitika számára. Tehát soha nem is volt. Most az elemzők mondhatnak, amit akarnak. Azt, hogy most jön, tudom én, valamelyik magyar egyetemről egy elemző, és hirtelen fölfedezi Ukrajnát, mint a legfontosabb nemzetbiztonsági érdekét az Egyesült Államoknak. Ilyenkor megkérdezem tőle, akkor hol voltál 2021-ben, hol voltál 2020-ban, hol voltál 2019-ben. Tehát ez a, ez a, a, a franciáknak van egy ilyen kifejezése, úgy hívják, hogy l'esprit d'escalier, mikor a lépcsőházba jut hogy milyen jó point tudtál volna mondani fent az emeleten. Tehát egy kicsit késő ezeket a dolgokat Előre kell mondani, különben sokkal kevesebbet, sokkal kisebbet nyomnak a latban. Tehát én így látom ezt a dolgot a, 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 ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Kok beszámoló, főleg itt a büdzsétárgyalásokról szóló alkukról szóló beszámoló a médiában például olyan címekkel jelent meg, hogy kimondták az amerikaiak azt, amit az ukránok nem akartak hallani. Na most tényleg erről van szó? Tehát, hogy az ukránok ennek a, a hát játszmának a végignézése, megfigyelése során elkezdhettek aggódni az ő pénzügyi támogatást, vagy akár katonai támogatást, illetve jövőjüket, illetve? De azt hiszem, hogy Ukrajnának egyetlen egy problémája van. Görbe otthon a tükör. Görbe a tükör, amiben látják magukat. Tehát Ukrajna, Ukrajna úgy látja magát, mint a nyugati világnak a védelmezőjét, és van éppen elég bolond a nyugati világban, akik pompáják beléjük ezt a tudatot, hogy ők tulajdonképpen nem egy alamizsnára szoruló, tudom én, szegény rokon, hanem pont ellenkezőleg. Ők a nyugati világvédelmezője, és mindenkinek kutya, kutya kötelessége őket támogatni, és, és ez a tükör a háborúk eleje óta egyre inkább görbült. És ez eltorzította az ukrán diplomáciát is. És én azt hiszem, hogy azok, akik, akik pumpálták ezt a tudatot az ukránokban, nem tettek nekik egy jó, jó, jó szolgálatot egyáltalán. Mert van egy teljesen más olvasat, ami azt mondja, hogy tulajdonképpen van itt egy elég elmaradott, eléggé szegény, eléggé korrupt országit Európának a hátsó udvarában, amelyik össze, ö, akasztott Oroszországgal, és it's nice to have, it. nem mondom, hogy nem egy szimpatikus dolog most használni ezeket a, ezeket a, a, a távol-kelet-európaiakat, mondjuk úgy, hogy az oroszokat fáraszták, meg véreztessék, de ha össze jön, jó, ha nem jön össze, akkor nem a, nem a világ, különösen nem az amerikaiak számára, akik egy, egy tengeri és egy, egy légi nagyhatalom hatalom, és nem egy szárazföldi hatalom, tehát ők bármikor fogják a kalapjukat és elmennek, tehát bármikor azt mondják Európának, na jó, innen csináljatok már tovább, én épp vagyok, hazafelé tudom én, nyugat-magyar Dunántúl, és csinálja valaki más helyettem ezt a műsort. És, és egyszerűen átpasszolják, átpasszolják e, e, Európának ezt az egészet. Tehát nincs tétje. Ezt akarom ezzel akarom mondani. És az ukránok, láttuk az ukrán kommunikációban ezt a, ezt a fajta agresszivitást, ezt a fajta nekünk jár minden, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amit nagyon túltoltak. Ennek igen komoly szerepe van azoknak a, a, a cheerleadereknek, azoknak a drukkereknek, mondjuk úgy, akik tovább erősítették ezt a hamis ö, ö, fontosság, önfontosság tudatot az ukránokban, ahelyett, hogy tükrözték volna megmutatták volna a számukra a valóságot tulajdonképpen, hogy itt ők egy proxy, és nekik semmilyen döntési joguk nincs, mert mi történik, hogy az Egyesült Államok csúnyán néz rájuk, akkor, akkor nem kell harcolniuk az oroszok ellen? Az oroszok attól pont úgy ott vannak a záporozsiai Zápor fronton, akkor is, hogyha a, 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 az Egyesült Államok csúnyán néz Ukrajnára. Milyen más választások van? Semmi, tehát az erőviszonyok itt teljesen mások. És most láttuk ezt a, ezt a rossz ukrán kommunikációt visszaütni először a G20-asoknál, utána az ENSZ-be, utána az Egyesült Államokban is elég rideg volt a fogadtatás, mondjuk úgy, és mikor elment, ö, mikor Zelenski elnök elment Kanadába, vagy a Sámfáz egy kicsit a, az ukrán PR-t, akkor láttuk azt az a katasztrófát, ami történt. És még, talán még egy, egy megjegyzést ebben az ukrán PR katasztrófával kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy hosszú távon ennek van egy ilyen lefagyasztó, egy ilyen bénító hatása a nyugati politikusok számára. Mert azt hiszem, hogy most tudatosult a nyugati politikusokban, az amerikai politikusokban is, meg a, az európaiakban is, talán az európaiak kevésbé van vannak kitéve a veszélynek, de az Egyesült Államokban főleg, hogy van itt egy probléma tulajdonképpen. Tehát mikor azt mondjuk, hogy mindenki, aki az oroszok ellen harcolt, az, az szenté kell avatni, akkor ebbe be, becsatolunk ide egy egy egy, 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 hajórakományra való ukrán nácit és mindenféle hasonló olyan elemeket, akik, 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 ellen az Egyesült Államok vagy Kanada harcoltak a második világháborúban. Tehát van itt egy óriási probléma, és én azt hiszem, hogy legközelebb a, a bármelyik amerikai vagy nyugati politikus háromszor is meg fogja gondolni, hogy mielőtt, mielőtt belenyúl ebbe a témába ilyen, ilyen e, 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 amatőr szinten, mint a, mint a kanadai házelnök. E, és szerintem ez, ez a... Ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a végső kára mondjuk hogy ennek a Zelenszky látogatásnak a tengeren túlon, és ennek még hosszú távú következményei lesznek. Ilyenkor felmerülhet sokakban a kérdés, hogy ki ezért a felelős? Mert ugye említetted, hogy igencsak eltolták ezt az, az ukránokba, beletáplálták ezt a fajta hát ön, ön, önmaguk túlértékelését, vagy, vagy olyan világelképzeléseket, amik nem feltétlenül felelnek meg a valóságnak, de ugye most nem feltétlenül szeretnék itt hát fejeket keresni, hogy hogy kit kell ütni, és, és kit kell megtalálni ezért a hibáért, vagy kifelelős ezért, de esetleg van bármi olyan hát akár mondjuk nem is feltétlenül személyek vagy országok, de esetleg olyan ideológiai vonalak, amiket felelősségre lehet vonni ezért az egyébként sokak szerint végzetes hibáért. Szerintem teljesen egyértelműen. Amit látunk ez a, ez, a, ez a Saul Alinsky félek forgatókönyv, tehát gyakorlatilag Zelenszki elnök elővette a BLM-nek a, 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 a használati utasítását, és megpróbálta ugyanezt a, ugyanezt a játékot eljátszani, amit a BLM csinált Amerikában. Valószínűleg ez most a, ebben a mai postmodern, postmodern politikában, ez a, ez a morális zsarolás úgy látszik, hogy ez a ez a legelterjedtebb taktika, látjuk ezt a különböző idézőjelbetett idézőjelbe, tett áldozatcsoportok részéről, hogy hogy ezzel, a taktik, ezt a taktikát próbálják, ezt a Zalinszki féle forgatókönyvet próbálják kiátszani, és szerintem ennek az áldozata gyakorlatilag Zelenszky elnök és az ukrán diplomácia, és én azt hiszem, hogy az óriási tévedésük az volt, hogy nem tudták fölmérni azt, hogy egy nemzetállam soha nem tud úgy politizálni, mint egy ilyen, mint egy ilyen politikai nyomáscsoport, mint a BLM, vagy valami ilyesmi. Vannak itt minőségbeli különbségek, de kívül egy nemzetállamnak kell legyen több bölcsesség is, és több, 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 tartás, több gerinc. Én azt hiszem, hogy ez, ez, ez volt a nagy tévedése az ukrán diplomáciának. És ugye a tévedések után jönnek a nagy kérdések, hogy hogyan lehet megoldani bizonyos dolgokat, és a NATO Review-n jelent meg Gregory Weavernek egy cikke, amelyben úgy fogalmazott, hogy a NATO nukleáris elrettentő erejének fenntartása az sürgetően szükséges, mivel szerinte az orosz hagyományos erők lesújtó teljesítménye az ukrajnai háború első napjaiban az, azt a kockázatot hozta magával, hogy a NATO-n belül egyeseket meggyőzött arról, hogy a szövetséget fenyegető jövőbeli orosz fenyegetés elsősorban a NATO hagyományos fölénye révén nem hár, eh, hárítható el, és hogy az orosz nukleáris fegyverek bevetésétől való elrettentése, és illetve ennek a fokozása egy jövőbeli konfliktusban ezért már nem élvez kiemelt prioritást. És hogy ez szerint egy veszélyes tévhit, és ugye természetesen eh, hosszabban eh, fejtik ezt ki egy eh, komoly cikkben, és úgy fogalmaz, hogy nem veszi figyelembe az Ukrajna elleni orosz invázió tanulságait ez a logika, valamint a jövőbeni biztonsági környezet alapvető változását, amelyben a nato az orosz agressziótól és az eskaláció Jótól kell majd elrettentnie, vagy legyőtt pedig le kell ö, győznie. Na már most itt felmerül egy kérdés, hogy ö, ez mit jelenthet? Hiszen, hogyha mondjuk egyrészt ugye kérdésként fölmerül logikusan azt, hogy például te egyetértesz ezzel az állítással, és akkor egyébként utána talán érinthetjük a többi pontot is, de ö, érdekes fölvetésnek hangzik, valóban egy ilyen hibába eshetett bele mondjuk a nyugat? Én azt hiszem, hogy amit a, a cikk szerzője mondott, ez, ez egy olyan dolog, amit a nukleáris stratégia, nukleáris doktrinák kurzuson, tudom én, a második korán megtanítanak mindenkinek, hogy van egy ilyen hinta, és hogyha gyenge vagy konvencionális fegyverekben, akkor, akkor egyre inkább a nukleáris eh, csapásmérőeszközeidre kell támaszkodnod. például a NATO, a hidegháború, a klasszikus példa, az oroszok sokkal erősebbek voltak, a szovjetek sokkal erősebbek voltak a konvencionális fegyverek terén. Most, hogy Oroszország sokkal gyengébb a NATO-nál a konvencionális fegyverek terén, most ők csörtetik a nukleáris kardot. Tehát ez a mérlekhinta, ez, ez a mérleghinta metaforája, metaforája összefoglalja ezt a gondolatot egy, egy mondatban, mondjuk úgy, és ez abszolút így van és ezért mondták azt elemzők, hogy a, a, legnagyobb veszély annak, hogy Oroszország bevethet atomfegyvereket, az Oroszország legnagyobb konvencionális gyengeségének a pillanataiban van. Tehát, hogyha a háborúban rá kéne mutatnom egy pontra, amikor ez, ennek a legnagyobb volt a veszély, ez a, az a harkiv, harkiv környéki visszavonulás volt. Ott volt az a pont, mikor megvolt a veszély annak, hogy, hogy a, a, az orosz frontot áttörik, és az orosz hadsereg egy összeomlás, ö, közelébe kerülhet, és akkor ott volt a legnagyobb veszély annak, hogy bevessék ezeket az atomfegyvereket. Tehát ezzel teljesen egyetértek. Ömerülhet akkor viszont az kérdésként, hogy, és ezt már talán érintettük ebben a beszélgetésben, csak mielőtt tovább mennénk további témákra, erről még egy rövid gondolatot esetleg érdemes ejteni, hogy az Egyesült Államoknak meg a Nyugatnak akkor tehát volt egy hibás logikája. Te milyen kiutat látsz esetleg ebből, hiszen azért az, a, amit itt játszanak játék, azért mégiscsak veszélyes játék, és ugye akár a büdzsé tekintetében, akár sok más kérdésekben, azért a, az Egyesült Államok is, illetve hát a világ más részei is szembenéznek más, nagyon komoly kihívásokkal is, viszont ettől függetlenül ez a probléma nem fog elmenni. Természetesen egy ilyen problémát nem lehet csak úgy egy podcast beszélgetésben megoldani, de vannak -e esetleg paraméterek, amik szerinted közelebb hoznák a, a, a nyugati vezetőket ahhoz, hogy egy olyan helyzetet teremtsenek, amiben ők is úgy tudnak esetleg legalkut kötni, hogy nem veszítenek pozíciót. Én azt hiszem, hogy a nyugat szempontjából a legracionálisabb dolog az nem, hogyha minél hamarabb lezárnák ezt a háborút, és ezzel egyidejűleg egy igen-igen masszív fegyverkezési programba kezden a nyugat. Erről legalább 15 éve beszélek, hogy hogy a, nem egy tudom én, nem akkor kezdünk el izmot fejleszteni, mikor összeverekedtünk egy részegeresi kátorban, tehát nem akkor kezdünk el súlyokat emelni, ezt, azt előtte kell előtte kell csinálni. És mikor a, a legbékésebb években, éveinket éljük, akkor kell legjobban költeni szerelésre meg akkor kell leginkább hadsereget állítani. Ez egy ilyen paradox dolog, mert ez az első dolog, amit minden politikus szeretne ilyenkor megspórolni. Mert nyilvánvaló, hogy a demokráciákban a politikusok egy választási ciklusban gondolok, mindig négy évben előre, és akkor majd bolondok lesznek olyan programokat kezdeményezni, olyan tengeralattjáróknak megteremteni a költségvetést, ami talán 15 év múlva fognak lekerülni a szárazdokokból, vagy valami ilyesmi. Tehát ez a, 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 a nyugati demokratikus politikának a, a, a logikája ellen, ellen haladnak ezek a dolgok, de nincs más választásunk. Tehát ez, ezek azok a dolgok, amiket a nyugatnak be kell pótolnia, és a, hogy, csak hogy szemléltesem a nyugatnak a hátrányát, a nyugat, a nyugat számára minden olyan ágyugolyó, amit le akar gyártani, abból kettőt kell csinálni. Tehát, ha egy ágyugolyót akarunk, akkor kettőt kell gyártanunk, mert az egyik megy Ukrajnának, a másik pedig föltölteni a nyugat raktárait, és óriási lemaradásokat kell edolgozni. Tehát én ezt, én ezt tenném meg a nyugat helyébe, leállítani ezt a háborút valamilyen formában, és fegyverkezni, növelni a haderőt, a konvencionális haderőt, hogy ne kelljen nukleáris fegyverekre támaszkodni. Ukrajna szempontjából a racionális dolog szerintem szintén le megállítani ezt a háború tűzszünettel, még akkor is, hogyha ö, kompromisszumokat kell kötni az oroszokkal szemben, mert ez jobb nem lesz. Ez jobb nem lesz. Tehát előre lehet látni ezeket a dolgokat. De a dolog tragédiája az, hogy itt is van egy militáns kisebbség, amelyik soha nem fogja megengedni azt, hogy a, hogy a fősodor békét kösölni. És én nem tartom kizárnak azt, hogy ebből a militáns kisebbségből bizonyos személyeket félre kell majd állítani ahhoz, hogy, hogy ezt a kompromisszumot meg lehessen kötni. Tehát épp úgy, hogy a nyugaton igen sokan cikkeztek arról, és én is beszéltem erről, hogy, hogy Zelenszky elnöknek a pozíciója nincs egyáltalán nem biztos. Épp úgy ezt el lehet mondani Budanovról is, hogyha, hogyha mondjuk Kirill Budanovot jelöljük meg, mint a, a jobb mondjuk ugye a, 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 ebben, ezen a, ezen, a, pályán a jobb szélső csatárt mondjuk úgy, akkor lehet, hogy, hogyha ő, ő, ő lesz az, aki meg fogja akadályozni a kompromisszumot, akkor lehet, hogy ő lesz az a személy, akit valamilyen módon félre kell állítani ahhoz, hogy, hogy a, a fősodor meg tudja kötni ezt a kompromisszumot. És most paradox módon, ha az, orosz, az oroszok szempontjából vizsgálom a dolgot, akkor a racionális dolog nem kötni békét, hanem menni tovább előre. Az oroszoknak most egy lendületfölényben vannak, a, a gazdaság, a, a társadalom föl egy, egy, egyre inkább egy katonai üzemmódra áll át, hadigazdálkodásra, háborúszociológiára, és számukra racionális dolog nem állni meg semmiképpen. Tehát itt nem feltétlenül, a, a, ami, ami, az én szememben az optimális stratégia, nem vezet ugyanarra a pontra. Tehát nagyon szép lenne, hogyha mind a három, mind a három vektor ugyanarra a pontra konvergál, nem ugyanarra a pontra konvergálnak. Egyáltalán nem, sajnos. Ide még egy utolsó kérdés, hogy az elmúlt hetekben, napokban ugye sok beszámoló szólt arról, hogy narratíva változás történik a nyugaton. Nyugati politikusok mondtak olyan kijelentéseket, amiket korábban nem lehetett hallani. Ugye látjuk az amerikai politikában is felértékelődött az orosz háború szerepe bizonyos alkukérdésekben. Ugye te is említetted az úgynevezett ukrán PR katasztrófát, mint egy kollektívét, amelyben Ukrajna több PR problémába is belefutott az elmúlt napokban. Ha összegezni kéne te ezt egyfajta bíztató jeleknek tartod ezeknek a folyamatoknak az összességét, a háború lezárása fele halad ezzel a világ, vagy ehhez közelebb csúszkál napról napra, vagy itt azért ennél egy komplexebb dolgot kell elképzelni, és ez nem biztos, hogy abba az irányba tart, amelybe szeretnék. Szerintem ez sokkal komplexebb, én nem látom a direkt kapcsolat a kettő között. Tehát én tudom, hogy nagyon sok orosz párti Ember van, akik azt hiszik, hogy hát most a, egyik napról a másikra az Egyesült Államok lekapcsolja a villanyt Ukrajnában, és akkor tudom én ott maradnak, és ott fognak kuporogni a sötétben. Ez, ez nem lesz így. Hát, nem, nem tudnak ilyen hamar kifarolni ebből a zsákutcából se az Egyesült Államok, se a kollektív nyugat. Tehát mindenképpen ez egy hosszú távú folyamat lesz. Arról nem is beszélve, hogy ez egy beismerés. Annak, hogy a stratégia, másfél év stratégiája több százmilliárd elpazarolt dollár, sok százzer ember halála gyakorlatilag teljesen értelmetlen volt. Tehát ezt semmilyen politikus nem ismerheti be. Én szerintem inkább meg fognak próbálni. A valós dolgokban fogunk látni egy, egy igen gyors leépítését az ukrán, ukrajna támogatásán, ugyanakkor a, a retorika, meg a, a, retorika szintje, meg a szimbolikus szinten tovább fogjuk hallani ezeket a hangzatos szólamokat, hogy mennyire támogatjuk Ukrajnát, meg stb. Ugye egy másik érdekes hír vagy folyamat, amiről szintén szerettünk volna még ebben az adásban említést tenni, az nem más, mint a, a, a Szaúd-Arábia és Izrael közötti kapcsolatoknak a, a normalizálása felé haladhat talán a két ország. Ugye az Egyesült Államok is hát különböző paktumokat igyekszik kialakítani Szaúd-Arábiával, erről ugye korábban szóltak hírek, az útrahangon is lettek publikálva erről, vagy ezzel kapcsolatban elemzések, viszont az elmúlt időszakban ugye több minden is történt, ugye szeptember 20-án a szaudi korona herceg egy Fox News-nak adott interjúban ugye arról beszélt, hogy országa egyre közeledik egy izrael tehát a kapcsolatok, Izrael való kapcsolatok normalizálásához egyre közeledik, viszont ugye három nappal később a külügyminiszter az egy beszédében, a, ugye az ENSZ közgyűlése előtt elmondott beszédében azt mondta, hogy ez, ez a díl, vagy ez a, a, paktum, amit majd kötnének, mert mindenképpen egy palesztin államnak kéne lennie, méghozzá nem másról, mint kelet Jeruzsálemmel, mint fővárossal. És ugye azt követően pedig megint csak felmerültek legykák például arról, hogy esetleg Szaudarábia mégiscsak tovább haladna, akár még a palesztin beleegyezés vagy palesztin együttműködés nélkül is, és hogy ezt a folyamatot akkor is folytatni fogják, hogyha nem kapják meg a palesztinok teljes támogatását. Az átlag kedvére, meg az átlag ember kedvére, aki mondjuk innen Magyarországról szemlél ezeket az eseményeket, ezek napról napra változnak, és mindig más kártyák vannak az asztalon. Hogy kell ezt az egész folyamatot elképzelni? Hiszen azért az nem kis dolog lenne, hogy a Szaudarábia normalizálná a kapcsolatait így vagy úgy Izrael-le. Oké, okay. hát ezeket a dolgokat a... A, a reál politikának a, 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 a szemszögéből kell megközelíteni, és föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi a legfontosabb Szaudarábia, vagy mi a legfontosabb a, a trónörökös számára. Szaudarábia számára a legfontosabb az, hogy biztosítsák az állam túlélését, és a trónörökös számára az, hogy biztosítsa saját maga számára a trónt. Most mi, mi jelenti Szaudarábia számára a legnagyobb egzisztenciális fenyegetést? Biztos nem Izrael, és nem az Egyesült Államok, hanem Irán. Irán az iráni atomprogram. Most akkor lássuk, mi itt a palesztinoknak a helyzet. Az elképzelés azt, hogy a palesztinok majd összevarnak két burnuszt, és avval majd el, elkapják a, a, levegőben az iráni atomrakétákat, tehát mondjuk ennek a lehetősége igen, igen alacsony. Tehát Szaudarábiát, eh, ahhoz, hogy Szaudarábia meg tudja védeni magát, vagy, vagy tudja, le tudjon faragni ebből az iráni fenyegetésből, ahhoz szüksége van az Egyesült Államoknak a távoli támogatására, és Izraelnek a közeli támogatására, épp úgy, hogy Izrael támogatja az Egyesült Arab Emírségeket és a többi eh, öbölmenti szövetségesét. Ezek a dolgok mi nem jöhettek volna létre, ha Szaudarábia nem nem adja a beleegyezését. Tehát ezeket a kis államokat tolta maga előtt, mielőtt ő, ő maga normalizál izrael Most mi a palesztinok ebbe, szerepe ebben az egész játszmában? Szaudarábia egy, egy védelmi eh, szövetséget akar az Egyesült Államoktól kicsikarni, egy kőkemény eh, kötelezettséget az Egyesült Államoktól, hogyha ha Szaudarábiát támadás érje, az Egyesült Államok megvédi, nem úgy, mint Ukrajnát hanem úgy, hogy amerikai katonák jönnek és fognak harcolni Szaudarábiáért. Tehát ezt, a, ezt az ígéretet akarja kicsikarni ö, ö, a szaudi trónörökös, és a palesztinok egyszerűen egy kártya. Tehát, na, tehát, hogy kicsit parlagiasan fogalmazok, azt mondja a trónörökös Biden elnöknek, hogy mit adsz nekem, ha lemondok a palesztin, palesztin ügyről? Tehát tehát e, 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 ennyiről van szó. És akkor nyilván, hogy hazafelé kommunikálni fogják, hogy Izrael lebontott két ilyen ellenőrzőpontot, és tudom én lehetővé tett, hogy építsenek még három kutyaulat és négy karámot, tudom én valahol a, a júdeai hegyekben, és nagyjából be tudják mutatni, hogy hű, milyen nagy sikereket. és most elnézést kérek a cinizmusért, de így működik a, a közel-kelet és gyakorlatilag, gyakorlatilag a, avval, hogy kiárusítják a palesztinokat, a szaudiak me megpróbálnak, megpróbálják a lehető legjobb szerződést megkapni az Egyesült Államokdal, amit csak megkaphatnak. Atomfegyverrel, F-35-össel, mindennel, amit el tudunk képzelni, meg akarnak kapni mindent az égvilágon, és ezért nyilvánvaló, hogy két perc alatt beáldozzák nem csak a palesztinokat, hanem bárki mást is. Kinek az erősebb az alkupozíciója ebben a kérdésben? Ugye azt tényleg olvashattunk erről sokat az elmúlt időszakban, hogy hogyan játszadoznak a különböző kártyákkal. Ugye hasonló játszmákat egyébként megfigyelhetünk akár Törökország esetében is, csak ugye más szempontok és más kérdések mentén, de szaúd Arábia azért mégiscsak egy teljesen más pontján helyezkedik el a világnak, és ugye, ahogy te is elmondtad, más érdekekkel. Melyik kínél van az ütőkártya, hogy talán van ilyen? Én azt hiszem, hogy ö, ö, egy, 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 dologban teljesen egybevág Izrael meg Szaudarábia megítélése a Biden adminisztráció számára. Én azt hiszem, hogy Biden elnök meg a tisztviselő inkább egy fontot adnának a saját húsukból, mint hogy ezt a két, ezt a két politikai vezetőt támogassák, vagy valami olyan, olyan, olyan egyezményt segítsenek tető alá hozni, ami, ami siker, amit sikernek ami sikernek számít ennek, a két politikai vezetőnek, viszont nincs más választásuk. Mert olyan, olyan konstelláció alakult ki, hogy az egyetlen dolog, amit Biden elnök sikeresen föl tud mutatni a, a választási, az amerikai választások célegyenesében, az egyetlen dolog, amit, ami, ami, ami csak az ő Hatáskörébe tartozik, vagy csak rajta múlik, hogy ez összejönne, ez az izraeli-szaudi izraeli, szaudi közeledés, feltéve, hogy elég mélyen a zsebében nyúl. Tehát az, oroszok, az oroszokat semmilyen esélyen, se, az égvilágon semmilyen eszköze nincs az Egyesült Államoknak arra, hogy az oroszokat rákényszerítse, hogy tűzszünetet kössenek, nem akarnak tűzszünetet kötni. Viszont itt van két szövetséges, talán nem a legszimpatikusabb szövetségesek a, a progresszív demokraták szemében, sőt talán a lehető leg, legnem szimpatikusabb szövetségesek a progresszív demokraták szemében, viszont mit lehet? Tenni, mikor, mikor ez, ez, a két politikai vezető, hogy ez a két politikai vezető tartja bizonyos szinten a, a, kezében a kulcsot Biden elnök megválasztásához. És itt nem csak erről a diplomáciai sikerről van szó. Szaudarábia az orosz kapcsolatával két perc alatt duplájára pumpálhatja fel az energia, az energiárat, ami, ami igen jót fog tenni az amerikai elnök újraválasztásának. Ezt, ezt ugye bár tudjuk, hogy a, a benzinkutakban lehet tudni pontosan, hogy kit fognak megválasztani elnöknek. Tehát az amerikai elnök választás nem, a, nem, a, nem az ukrán harcmezőkön dől el, hanem az amerikai benzin kutakba. Hogyha épp úgy, ugye az Amerika, Amerikában rákönyökölnek a szavazógépre, Szaudarábiában vagy Oroszországban rákönyökölnek az olajpompára, és akkor akkor a jelenlegi az inkubens amerikai elnöknek az esélye, hogy újra megválasszák, hogyha 150 dollár lesz egy kiló, egy, lesz egy hordó olaj, akkor, akkor sokkal-sokkal minimálisabb lesz. És mi történik akkor, ha bár tudom, hogy hát előzetes becslésekbe mindig veszélyes bocsátkozni, de természetesen egy maga racionális limitált keretein belül mi történne akkor, hogyha ha az Egyesült Államok, ahogy említetted, milyen a, a zsejbébé nyúlna, és ez a két népszerűtlen szövetséges partner mégiscsak egy szövetségi viszonyba keveredik. Mit jelenten ez a közelkelet számára? Azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon jótékony hatása lenne a közel mert sokkal több stabilitást vinne bele ebbe az egészbe. Tehát először is megmagyarázná a palesztinoknak, hogy ez, a, ez, a, ez, az Ukrajnához hasonló mindent vagy semmit hozzáállás, ez 100, 150 éven át nem működött, most akkor egyre kevésbé működik. Tehát itt van, van egy ilyen a csökkenő hozadékoknak a dinamikáját látjuk, a palesztinoknak már 150 év, az ukránoknál pedig most, most kezd tudatosulni a nyugatban, hogy itt is a csökkenő hozatékoknak a dinamikáját fogjuk látni, és akkor talán rákényszeríteni a palesztinokat arra is, hogy pragmatikus békét kössenek, még akkor is, hogyha a, az igazságérzetük minden porcikájában lázad ezzel ellen a kompromisszum ellen, de jobb ma egy veré, mint holnap egy tuzok. Egy ilyen kompromisszum a palesztinok és Izrael között valószínűleg Izraelben sem lesz mindenkinek az ínyére, mondjuk úgy de kompromisszumokról van szó, vagy legalábbis egy modus vivendi kialakításáról. Tehát ez lenne az első dolog. A második dolog az, hogy, hogy a, a, ez a stabilitás ez lehetővé tenni azt, hogy a közelkelet sokkal megbízhatóban szállítson mondjuk energiát Európa, közvetítsen energiát Európa felé. Meg tudná oldani a terrorizmusnak a, a terrorizmus problémájának ennek egy jelentős részét is. Tehát a szunni terrorizmusnak a jelentős részét ezek a, ezek a konzervatív arab királyságok támogat, támogatták, mint egy ilyen külső fegyvert, és ezt, meg lehetne, ezt a problémát meg lehetne oldani, ez nem oldana meg a, 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 a sita részét az egyenletnek, de 50 az az mindig jobb, megint jobb, jobb egy, ma, mint holnap egy túlzok, tehát legalább ezt a részét a dolognak sikerülne megoldani, és e, már maga az, hogyha a közelkélet lekerülne az asztalról egy pár évre, azt hiszem, igen, 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 jótékony hatása lenne a világpolitikára, hogyha kevésbé beszélnénk az itteni feszültségekről, meg az itteni atomfegyverkezésről, meg, meg hasonló dolgokról. Én nem tudom, hogy össze fog-e jönni a dolog, mert végső soron ez is, egy, ez is egy olyan dolog, ami amit az orientalisták nem értenek. De aki, aki, aki túl sokat tanulmányoz ezeket a kérdéseket, nem érti, hogy mennyire függ a, a, az arab despota, mennyire függ az utcától. Tehát amit az utca, az utca, diktál, általában az arab despota azt fogja csinálni. Nagyon, ritk, nagyon kevés olyan alkalom, amikor az arab despoták szembe mernek menni az utcának az akaratával. És hogyha az utcának a hangulata a békeszerződés ellen, ellen fog, vagy a normalizáció ellen fog fordulni, akkor még a trónörökese fogja tudni ezt rá előszakolni a királyságára. Ennyi fért a korkapcsolás mai adásába. Hallgatóinknak nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és azt, hogy itt voltak velünk, és rászántak az időt adásunkra. Robert Cicásztel biztonságpolitikai szakértőnek, a Neokon főmunkatársának pedig köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen, viszontlátás!